Sziasztok, Sáckénden vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban. Csácsáló mindenkinek! Nos, eléggé különleges nap a mai, ugyanis ma Blackkel fogok találkozni és vele fogok videózni. Viszont nagyon-nagyon fontos dolog az, igazából kettő. Az egyik az, hogy lesz a közös csatornánkban is egy videó, amit a leírásban majd megtaláltok, meg a, igazából a leírásban. A lényeg, hogy a közös csatornánkban is lesz egy videó, mindenféleképpen csekkoljátok le. A másik nagyon-nagyon fontos dolog, hogy Black csatornán is lesz valami közös videó, azt is csekkoljátok le. A harmadik nagyon-nagyon közös videó, vagy mi az a harmadik nagyon-nagyon fontos dolog, most is szépen sorra mondom. Vannak PGT Dani és karácsonyi csomagok a Troll Shopban, az is ott van a leírásban, csekkoljátok le, csak decemberben lesz elérhető, szóval mindenféleképpen nézzétek meg. És a következő nagyon fontos dolog, hogy még a Dani Minecraft-on is lesz egy videó, szóval azt is nézzétek meg. Na de jó van, nem is húzom tovább szépen az időt, ugyanis szépen menni kéne, és nem azt kéne mondogatnom, hogy mi hogy lesz meg ilyenek, hanem szépen menjünk és ilyenek. Na elvileg, Black nekem fognak ám majd küldeni egy izét. Mi ez a levél? Mi ez a levél? Kaptunk valami levelet. Szép napot, ezt a levelet még régen hagyták önre. A lényeg, hogy maga Black 1200 igazi apukája. Mi van? Ez valami vicc? Ez tudja, hogy valami poén. Na jó, nem tudom, mindegy, meglátogatjuk akkor Blacket, oké? Inkább hagyjuk ezt a izét, meglátogatjuk Blacket, megkérdezzük, hogy ez így most mi? Ott van Black. Black! Mi ez az üzenet? Mi ez a levél, amit kaptam? Milyen levél? Ez itt, mi az, hogy a gyereked vagyok? Mi az, hogy gyereked vagyok? Hogy lehet én a gyereked? Én ezt alapból nem értem nagyon. Mi van? Várjál, mit kaptál? Szép napot, ezt lehet régen hagytak önre. Mi van? Apukája. Én ezt nem értem. Gyerekem, mi de van? De hogy az apám? Szevasz, Potter. Te vagy a gyerekem? De most ez komoly? Ez szendet... Várjál, elkapom. Majdnem szép volt gyerekem, szép lövésod. Köszönöm most, szépen. Nekem? Hát nem tudom, hát egy random levelet kaptunk. Figyelj, csak úgy talán nem küldenek nekünk ilyen hülyeséget. Hát lehet, és pont az, hogy mind a ketten ugyanazt kaptuk. Tehát gondolom, hogy ez igazi, nem? Hát valószínűleg igazi. Hát jó. Mi megkaptunk volna a postástól egy levelet, érted? Hát jaj, jogos. Hát jó, akkor szia, fiam. Te az, Fater, mit csinálunk ma, Fater? Hát figyelj, tudod, akkor menjünk el szépen egy apafia napot tartani, jó? Oké, mehetünk felőle. Na figyelj, nem mutatom neked elsősorban házunkat, okés? Ú, de szép nagy házad van, Fater. Így van. Na, akkor mostantól itt fogsz lakni. Na, ez itt a mi kis kocsink. Egy kicsit múltkor betörte a másik gyerekem, de... De nincs is ablaka. Azt mondom, egy kicsit betörte, ugyanis nem tetszett neki. De egész jó autó szerintem, nem? Hát végül is, nem olyan rossz ez a kocsi. Mit csinálsz? Kipróbálom az autót. Mit próbálsz ki rajta? Azt, hogy berobbanni? Hát robbanni tud, azt látom. Jó van, oké, akkor ezt a zseppénzedből le fogjuk vonni. Mi nem, zseppénz, zseppénznek szeretnék kérni tőled 100 gyémántot. Aha, elhitted, na figyelj, reggeli van, na feküdjél szép ronda le az asztalra. Feküdjél le az asztalra! Ezt most így, hogy gondoltad? Reggeli van, jó étvágyat! Poshat rohadt húst kapok tőled reggelire? Hát most jó, ez komoly? Nem érdemel az, aki felrobbantja az autómat! Hát, Fater, ezt inkább tudod, anyának add oda, szerintem. Vagy edd meg te! Van edd meg több te. Is, ne szedessék egyél! Tessék! Ne robbans a konyhánkat, nem ez a... Mi ez? A gyerekedet a labon rohadt hússal teted? Nem, csak mivel nem szoktam bevásárolni járni, ezért általában megrohadnak a kaják. Tudod, de nem hűtőbe kéne tárolni, vagy? Lehetséges, csak sajnos nem volt rá pénz. Most már meg a konyhám... Most már konyhám sincsen, mert felrobbantottad. Hát most a konyhád az... Figyelj, már a laboresztó! Hagyjál már engem békén, Fater, azt csinálok, amit akarok, felnőtlen vagyok! Felnőtt vagyok, kinőttem már a családi fészekből, hagyja engem békén. És akkor az a jó normális, hogy felrobbantod az apád házát? Hát most apámat utálni kell, érted? Anyámat kell szeretni, anyukámat. Mit egy balta? A balta? Mi? Én nagy fiú vagyok már. Dobd el a baltát, haló, rossz gyerek, na. Jó, eldobom, jó? Na, úgy van, szépen akkor előveszük egy ilyet. Mit csinálsz? Várjál, bezárlak én oda téged. Hát a konyhát is elloptam, Fater, tőled, de azért, hogy szeleteljem a kenyeret, most kenyeret se vághatok már? Dobjad el, mert izé, hát eltiltad a téged mindentől. Na, dobd el, szúrókés nem való izé gyerek kezébe? Akkor figyelj, hogyha gyerek vagyok, akkor légy, akkor figyelj. Na. Akkor takaríts ki, amit most itt ide toltam magamba. Takaríts ki, na, gyerünk.
Gyerünk! Inkább robbansol a házat, jó? Jó, mint oké, rendben. Inkább én beletörődök, hogy akkor a ház fel lesz robbantva, de én nem... Jó van, Fater, akkor én elmegyek a szobádba, megnézem egy kicsit a szobát. Nem, a gyémát, na, lássuk a szobát! Nem. Mi? Nem fog megtalálni a titkos gyémát. Itt szoktál videózni? Igen, én szoktam. Számítógépet is eldugod a fiad elő, vagy igen, el szoktam dugni, mert tudod, például a kis átlában megszokta enni, leharapja néha a monitoromat. A monitorod? Igen. A gyerekem az pedig azon szokott Minecraftozni. Ez jó. Figyelj, így könnyebben tudsz közlekedni, nem kell lépcsőt használni. De csak miért kell felhapatod a padlómat? Csak így leugrasz ide. De mondta ezt, élvezed? Amúgy. Szeretem a... Szereted erről szól a gyereklét? Hát a gyereklét arról szól, hogy szivatom az apámat, aztán nem, ennyi. Nem, figyelj, menjél szépen fát vágni, gyerünk! Jó. Nem tudok fát vágni, elvetted a baltám, hogy kézzel vágjak fát. Igen. Gyerünk, jó. Na, fát pakolunk, jó? Menjél, na, elvetted a kardomat, és most vagány vagy, hogy most a kardom vasz, fenyítesz engem? Nagyon nagy. Menjünk szépen, úgy van fát, ne érünk! Gyerünk, ne ütögessél már engem! Mi ütögeted a fiadat, nem verheted, ezért feljelentelek a családügybe. Te meg ott felrobbantottad a házat, meg ütögethettél engem konyhakéssel? Ilyet eltalál vagy nem? Hoppá. Na, álljom. Na. Hoppá. Na most ne. Hoho! Na. Easy. Szépen na akkor mostantól itt lakok, elköltöztem apámtól. Elköltöztem apámtól, szevasztok, külön költözök. Megvetted ezt a házat? Megvetted, nem, kifizetted? Kit érdekel, apa? Én gyerek vagyok, maximum most kiküldenek engem. Most miért ablakokat? Nem. De! Ne csináld, de! Fiam! Fuss, apa, fuss! Fuss! De nem, elég. Ezt majd úgyis neked kell kifizetned. Mi az, hogy nekem kell kifizetni? Hát én vagyok a gyereked, én robbantottam ki, a te felelősséged, én gyerek vagyok. Nem, te nem mondok rólad, nem, így nekem nem. Megyek, megkeresem a izét, mit tudom, én nem tudom, ki küldte ezt. Meg kéne nézni a levelet? Hát nem tudom, mit kéne csinálni, de pillanatilag én ezt nem akarom, én ezt így vállalni. Figyelj, csináljunk DNS tesztet. Van egy ötletem. Beiratlak téged az óvodába, menjél oda be. Óvodába? Oda mész, gyerünk, hát pillanatilag még nem tudsz úgy viselkedni, mint egy óvodás se, szóval igen? Na, ide szépen bemegyünk, itt van az óvoda, itt van. Hát ez nagyon jó óvoda, ez milyen óvoda, ez ilyen óvoda izével, így a sarokba, itt ülnek a gyerekek a sötétbe. Átvetve, ez inkább ilyen... Ez ide vagy bezárva. Ez nem is óvoda. Hát engedj már ki engem, ember! Csákányo... Engedj ki. Na mi az? Engedj ki. Nem engedlek ki. Itt maradsz bent. Na milyen érzés? Akkor legalább valami játékot dobhatnál be, hogy játszasson. Jó van, na, kaját kapsz. Ez már megint rohadt húsat. Benészes. Kapsz egy széked. Fúj. Fúj. Tessék, itt a kardod, visszaadom. Na, köszönöm szépen. Gyere egy kicsit közelebb. Na, igen, mondja, mit szeretnél. Ne ütögesd apádat! Mit csinálsz? Ne! Haló! Hop-hop! Kapod a nyilakat a fejedbe. Nem! Bum-bum, Fater! Dani Fater, bum-bum! Menj innen el! Na, mit szél... De ne már! Hoppá! Bum a fejben! Koptott, hover! Na, állj le, fiam! Fer, gyere egy kicsit közelebb! Én azt mondom, én amondó vagyok! Itt a kaja, ott a kaja, gyere, nézz! Én kiköltözök! De... Geronimo! Na, haló! Kiköltöztem a szobafogságból. És ezt ki fogja kifizetni? Te ezt is abba apukának! Ezt is abba mindent abba fizet! Minden az én dolgom! Minden! Na jó, nem. Na figyeljé, hazamegyünk és megbeszéljük, jó? Gyere! Beszél a halál veled, na, hát most miért kéne beszélni? Na, maradjál, még nem vagyok boomer, meg ilyenek, na! Na, okay. Gyere szépen, na! Leülünk a konyhába! A konyhába! Várja, itt ez a szék! Várja, csinálok széket, apa, magamnak, így leültem a székre, az ajtót is! Várjál, okay, világítás is kell, mert nem látlak, apa, így a sötét a pince. Csak várjál, itt van így az asztal, várjál, menjek itt sátrébb. Szóval, itt az asztal, jó? Jó, oké. Okay. Szóval, le kéne ülnünk beszélgetni. Figyelj! Itt van ez a levél. Milyen? Mit ír benne, várjál? Szép napot, a levelet még régen hagyták önre, a lényeg, hogy maga PGT nagy igazi gyereke. Igen. Na. Hát régen hagyták önre. Várjál már! Ebben van még egy oldal. És mi van a még egy oldalban? Olvasd el.
ennek is van még egy oldala. Beszivatott a kutyád minket! Beszivatott a kutyád, de... Dani! A kutyád szivatott be minket! Na, én ezt nem azért az 5 forintnél mondom, de ezt vissza kéne adni neki egyébként. Ezt nagyon durván vissza kéne neki adni, Istenem! Na jól van, srácok, van egy nagyon jó ötletem! Pedig olyan jó volt a gyereket. Még nem, de az azután lévő videó arról fog szólni a közös csatornánkon, hogy visszaadjuk kisnek, amit velünk művelt. Bizonyám! Szóval mindenféleképpen csekkoljatok át oda, iratkozzatok fel meg minden. Igazából ma is lesz egy videó, ez egyértelmű, de ja. És hát akkor Black, ugye akkor kifizeted ugye a házat? Az apukám fizet. De nem vagyok már az a... Az lényegtelen, én nem itt lakok, Dani. Találkozunk legközelebb. Bye bye. Sziasztok.